Üdvözletünk! Lehetséges, hogy ezentúl rendszeressé válik, hogy híreink között a rövidek lesznek túlnyomó többségben? Hát ez a jövő zenéje, de ez a hét is úgy kezdődik, hogy több rövid hírekkel szolgálhatunk. Jó szórakozást! A Sony Santa Monica bejelentette, hogy a God of War Ascension sem fogja megúszni különleges kiadások nélkül. Míg a Special Editionben kapunk fémdobozt, dupla XP-t multiban, zenéket és pár avatar csomagot, addig a Collector's Edition vásárlói már egy Kratos szobornak is örülhetnek a többi megszokott cuccos mellett. Ha előrendeled, akkor sem úszod meg tartalmak nélkül, hiszen megkapod a Mythological Heroes Multiplayer pakkot. A Borderlands 2 legutóbbi DLC-je még ki sem hűlt, már is érkezik egy újabb extra, amiben a kalózok életébe kóstolhatunk bele, hogy aztán mindenkit lenyomjunk. A Captain Scarlet and Her Pirates Booty kiegészítőben a sivatagos Oasis területein folytatódik a móka, ahol találkozhatunk a címadó hölgyikével is, és higgyétek el, nem lesz teljesen komplett. Úgy néz ki, hogy 2013-ban végre a PlayStation 3 tulajdonosok is örülhetnek a Final Fantasy 14-nek, sőt mi több, ők alapból a feljavított A Realm Reborn névre keresztelt legújabb verziót kapják majd kézhez. Pár kép is befutott a játékról, amikből kicsit többet is megtudhatunk, többek között azt is, hogy képességeinket az L2, valamint az R2 gombokkal sózhatjuk oda a többiek elé. A Crow Team, a Devolver Digital és a Mastertronic bejelentette, hogy október 17-től Xbox Live-on is elérhető a Serious Sam 3. epizódja. A játékára 1200 Microsoft font, de cserébe alapból megkapjuk a frissiben érkező Jewel of the Night DLC-t, és még online, valamint osztott képernyős módokban is írthatjuk a többieket, vagy épp a szörnyeket. A Sonic and All-Stars Racing Transformed sem ússza meg extra játszható karakterek nélkül, bár kissé érdekes döntés, hogy egy alapból a fiatalabb korosztálynak készülő játékba miért pont egy szexi autóversenyzőt kellett beimportálni. Danica Patrick boldogan mondott igent a srácoknak, és bár bájai megkérdőjelezhetetlenek, a játékba kissé mesés köntösbe transformálódik majd jobbra-balra. A Rockstar Games Collection létezését számos online áruház már készténként közli, mivel az is. A Buy.com és a CD Universe is úgy tudja, hogy november 13-án jelenhet meg a csomag, amiben megkapjuk a GTA 4-et, az L.A. Noire-t és a Red Dead Redemption-t is. A cédula 60 dolcsit mutat, és Xbox-ra, valamint PlayStation 3-ra lehet majd beszerezni. Érdekesség, hogy ez csak az Edition van, úgyhogy a jövőben akár érkezhet még több hasonló csomag is. Annó még 2008-ban jelent meg konzolokra a Viking Battle of Asgard, ami nem volt épp egy rossz játék, de azért a világot nem váltotta meg. Nos, most 4 évvel a megjelenés után PC-re is tiszteletét teszi a produktum, ami a Sega ígéretei szerint grafikai tuningokkal igyekszik belopni magát a szívünkbe. Az eredetit egyébként a Total War szériából ismerős The Creative Assembly készítette, rengeteg harccal és egy rakás sandbox elemmel. A Sony bejelentette, hogy a Total Recall új feldolgozásának Blu-ray kiadásához egy kis meglepít is csomagol, méghozzá nem mást, mint a God of War Ascension demóját. Külföldön tehát már december 18-ától zúzhatjuk Kratos próba verzióját, az már más kérdés, hogy hazánkban is beszerezhető lesz-e a kiadás. A Criterion legújabb Need for Speed-je, az újragondolt Most Wanted nem csak konzolokra és asztali masinákra érkezik, hanem bizony az iOS-es és androidos világot is le akarja gyorsulni. Bár a látvány nem mérhető a nagy testvérhez, és tartalomban is elmaradt kissé, de még így is remekül néz ki, úgyhogy nem érdemes egy legyintéssel elintézni. Start november elején. A Valve-tól ugyan hiába várunk híreket arról, hogy készül-e a Half-Life 3, de pár unatkozó rajongó nem itatta tovább az egereket, kamerát ragadtak és forgattak egy élő szereplős kisfilmet kedvenc Freemanünk életéből. Ian James Duncan és Bernard Forshaw mindössze 3000 dolcsiból készítette ezt a remek művet, aminek abszolút nincs oka szégyenkezése, úgyhogy aki szereti ezt a világot, annak mindenképpen érdemes rávetni egy pillantást. Guillermo del Toro, akit leginkább a filmek világából ismerhetünk, korábban már próbálkozott betörni a videójáték bizniszbe, de a neve alatt futó Insane Horror projektet a THQ köszöni szépen, de inkább kihagyta. Főhősünket nem olyan fából faragták, aki ilyen könnyedén feladja, ezért aztán hóna alá vette a cuccost, és kilincsről kilincsre haladva kutakodott a pénzes zsákok között. Úgy tűnik, hogy a munka gyümölcse talán beérhet, hiszen mostanság a Valve csapatát győzködi igazáról, akik talán hajlandóak lesznek egy kis pénzt fetszölni a játékba. Az Insane-ről egyébként nem sokat tudni, de annyi bizonyos, hogy sandbox műfajú lesz, és leginkább a Lovecraft regényekhez lehet hasonlítani.
Európában október 17-től, míg Amerikában október 23-tól alakul át a PlayStation Store. Az új külsőben a játékok oldalán mindig egy aktuális karakter emelkedik ki a háttérből, ami szintén a választottunk jellemzőit viseli majd. Persze az átalakulás nem csak a külcsínt érinti, mivel számos funkció kerül majd bele a rendszerbe. A főoldalon külön találjuk meg a játékokat, filmeket vagy épp a tévés tartalmakat. Mostantól kezdve a PlayStation 3 kategóriába csak PlayStation 3-as játékokat találunk, de új szekciók is bekerülnek a felhozatalba, mint például a PSP, PS Vita vagy éppenséggel a Classic Games, ami tulajdonképpen a PlayStation 1-es és PlayStation 2-es játékokat takarja majd. Még a nyáron röppent fel a hír, hogy a City Interactive-tól távozik Stuart Black designer, akit leginkább a Black című FPS kapcsán ismerhetünk. A hír most igaznak bizonyult, a kiadó megerősítette a szakítást, aminek legfőbb oka, hogy az általa kezelgetett lövölde az Enemy Front tervei nem egyeztek meg a pénzesek elképzeléseivel. A cég vezérigazgatója elmondta, hogy azóta jócskán belenyúltak a dolgokba, így megváltozott a sztori, de még a múlt is szekció is. A projekt új vezetője Mark Bristol lett, és bíznak a változtatás sikerében. Stuart Black egyébként nagy vándor hírében áll, hiszen legutóbb a Codemasters épületei körül sündörgött, előtte pedig olyan cégeknél tevékenykedett, mint például a Bullfrog, a Criterion Games, vagy éppenséggel a The Creative Assembly. A Capcomnak korábban bizony már voltak ballépései DLC fronton, amit akkor a játékosok nem kicsit vettek zokon. Annó a kiadó megígérte, hogy többet nem pakolja rá a méregdrága kiegészítőket a játék DVD-jére, hanem inkább külön forgalmazza majd, szintén drágán. Nos, páran ezúttal sem bírtak ellenállni a kutakodásnak, és a Resident Evil legújabb részének lemezén olyan nyomokra bukkantak, amik biztos, hogy DLC tartalmak lesznek. A Capcom nem győzött magyarázkodni, miszerint a megtalált extra tartalmak mind ingyenesek lesznek, és nem kell aggódni, amiért fizetnünk kell, azt majd külön kapjuk meg. A Microsoft Research egy elég érdekes dolgon ütködik újabban, ami a Digits névre hallgat, és tulajdonképpen egy karkötő, melyet ha a csuklónkra erősítünk, a masinánk képes lesz feldolgozni a mozdulatainkat. Bár a mérete még nem mondható éppen kicsinek, és a cucc is csak prototípus, már most pontosabb a Kinectnél, ami valljuk be nem egy nagy duranás, de mindenképpen jár érte a virtuális tapsözön. A legjobb a szerkezetben, hogy akár séta közben is irányíthatjuk majd a gépünket, mivel nem vagyunk egy külső szenzorhoz kötve, ami percenként rinyálna, hogy álljunk távolabb. Az ötlet remek, reménykedjünk benne, hogy a kivitelezés is hibátlan lesz. Köszönjük szépen figyelmeteket, a 41. hét is tartogat még egy hírösszefoglalót, amit hamarosan szállítunk. Addig is kitartást, sziasztok!